Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Balogh Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hétértékelő, Ács Rezső szerint erkölcstelen az éjjel-szekszárd frakció döntése. Falufejlesztés, 18 év után kapott új játszóteret Varsád. Városmarketing újra gondolva, saját képeslapokat készítetett a Paksi önkormányzat. A közutakon elhunytakra emlékeztek, idén eddig 6 halálos baleset történt Tolna megyében. A jogszabályi előírás szerint az önkormányzat egyszer tiszteletdíjat fizethet a képviselőnek az önkormányzati munkáért, de lehetőség van arra, hogy azt a kieső jövedelmet is megtérítse, amiért a képviselő az önkormányzati munka miatt nem tudott megdolgozni. Ez az éjjel-szekszárd frakció által elfogadott augusztusi SMS módosítás lényege. Ez elfogadhatatlan, különösen annak tükrében, hogy a munkájuk minősége nem indokolja a plusz pénzt, jelentette ki Ács Rezső, szekszárd polgármestere, szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján. A városvezető kiemelte, beruházásokat bugik el a város a többségi frakció döntései miatt. Ács Rezső szekszárd polgármestere aggályosnak tartja, hogy az eddig a polgármesteri hivatalon belül végzett munkával az éjjel-szekszárd külsős céget akar megbízni. A közgyűlésben egyfős többséggel rendelkező frakció ugyanis kiszervezné több pályázat projektmenedzsmenti feladatait. Ez többletköltséget jelent majd Ács Rezső szerint. Miként az is több pénzébe kerül a városnak, hogy a többségi frakció javaslatára jelentősen megemelték a képviselői tiszteletdíjakat. Ráadásul többen ezen kívül a képviselői munkájuk miatt kieső civil bérük megtérítését is kérték. Ács Rezső szerint ez indokolatlan és erkölcstelen. Erkölcsileg szerintem nem lehet elfogadni azt, hogy mintegy háromszorosan emelték képviselői tiszteletdíjakat az első döntéseik egyikével, aztán most azóta már háromszor volt olyan képviselő, ilyen szekszáros képviselő, aki háromszor kapott a bérkiegészítést, az arra hivatkozva, hogy itt napközben végezi munkát, ezért nem tud a munkahelyén teljesíteni. Egyébként erre törvényi lehetőség megvan, de munkáltató kaphatja meg a kieső munkabérnek a forrását vagy fedezetét. Ebből a munkáltató kifizeti a munkavállalót, erre ugyan lehetőséget ad a jog, de hasonlóra példa Szekszárdon az elmúlt 30 évben nem volt, tette hozzá a városvezető. Ács Rezső szerint ez azért is aggályos, mert eközben az éjjel-szekszárd azt állította, hogy el van adósodva a város. A polgármester azt mondja, eközben a város üzemeltetésben, hulladékszállításban gondok vannak. Véleménye szerint inkább ezzel kellene foglalkoznia a többségnek. A fejlesztések pedig sorra állnak le az éjjel-szekszárd döntései miatt. A Szabó Dezső utcai orvosi rendelő után a szőlőhegyi óvoda és bölcsőde kialakítása is veszélybe került. A terveket készítő szakember ugyanis nem kíván már együtt dolgozni az egyfős többséggel, így azonban félő, hogy a tervezést is újra kell kezdeni, amire Ács Rezső szerint már nincs elég idő. Egy szexuális tervezőről van szó, de ugyanilyen gondunk van egyébként a Mérei utcában, építettünk volna egy új vízvezeték rendszert, amelyel 5000 ember vízellátását tettük volna biztossá, vagy biztonságossá. Most ezt a beruházást is megkérdőjelezték, tehát a város nem előre megy, és nem egy helyben áll, hanem hátrafele megy. A városvezető kihangsúlyozta, a sajtóban megjelentekkel szemben a polgármester nem tudja megakadályozni a közgyűlés által hozott döntéseket, ha nem ért egyet vele, újra a közgyűlés elé vihet egy-egy ügyet. De ha azt a közgyűlés másodszor is elfogadja, akkor végre kell hajtani. A hétértékelő sajtótájékoztatón elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az éjjel-szekszárd frakció vezetőjét is. Szerettük volna megtudni, miért látták indokoltnak, hogy azt a feladatot, amit eddig hivatali dolgozók végeztek el, és jelentős bevételt termeltek a városi költségvetésbe, mostantól külsős cég csinálja. Valamint arra is kíváncsiak lettünk volna, miért igényelték egyes éjjel-szekszárd tagok a kieső munkabérük megtérítését, miközben azt kommunikálják, hogy az önkormányzat el van adó. Bomba Gábor viszont adásunkig nem válaszolt a kérdéseinkre.
Nem emelkedett a héten a szekszárdi szennyvízben a koronavírusra jellemző örökítő anyag. Ez derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatos méréseken alapuló kimutatásából. Az ország 19 városának szennyvízében keresik a koronavírus nyomait folyamatosan a szakemberek május óta. A nemzetközi tapasztalatok szerint a szennyvízben kimutatható koncentráció növekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának emelkedését. A héten a vírusra utaló anyagok koncentrációja Budapesten és Debrecenben nőtt. A kis települések a fejlesztéseknek köszönhetően elérik a nagyobb települések kertvárosi szintjét, ezt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondta Varsádon egy új játszótér átadásán. A Tolna megyei településen közel 2 évtized után alakítottak ki új játszóteret. Ez volt az első csúszás a most átadott és 3 millió forintból épült játszótéren Varsádon. A településen utoljára 18 esztendővel ezelőtt épült játszótér, mondta Andrássy Zoltánné polgármester, aki arról is szólt, ezekkel a beruházásokkal lehet segíteni a helyben maradást. Ugyanilyen fiataloknak, illetve a fiatalokat idevonzása, fiatalok idevonzása céljából pályáztuk meg az óvodánk felújítását, óvoda tetőfelújítás, illetve a villamos hálózatot újítjuk meg, valamint az óvoda udvarunk is megújul, tehát szeptembertől egy új óvodába érkezhetnek a gyerekek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról szólt, a kis települések a fejlesztéseknek köszönhetően közelebb kerültek a városok ellátottságához. Ezek a beruházások, ezek a fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt élő emberek jól érezzék itt magukat, biztonságban tudják a gyerekeiket, az óvodákba, iskolákba, játszótereken, és úgy menjenek el nap mint nap dolgozni a városokba, hogy tudják, hogy gyerekeik jó kezekben vannak. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról is szólt, a kis települések ma már olyanok, mint a nagyvárosok kertvárosi részei vagy elővárosai. A fejlesztéseknek köszönhetően mindinkább azt a funkciót is fogják majd ellátni itt, Tolna megyében is. 4 napig nem adhatnak ki elektronikus receptet a házi orvosok az augusztus 20-ai hosszú hétvégén. Augusztus 19-e és 23-a között ugyanis lekapcsolják az elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret, mert az adatokat átköltöztetik egy új tárhelyre, a kormányzati adatközpontba. A leállás miatt a 4 napos munkaszünet alatt felírt orvosságokat csak akkor tudják kiváltani a betegek, ha arról hagyományos papírvényt állít ki a doktor. 1990 óta harmadára csökkent azoknak a száma, akik autóbalesetben halnak meg Magyarországon. Ennek oka a technológiai fejlődésen túl az is, hogy jobban betartják a szabályokat az emberek. Ennek ellenére még mindig több száz halálos baleset történik az országban évente. Tolna megyében tavaly 3 ilyen tragédia történt, idén viszont már 6. Összességében elmondhatom, hogy viszonylag jó a baleseti helyzet, ettől függetlenül biztonságos a megye. Ha megnézzük az első 7 havi országos adatokat, akkor is a legkevesebb személyisérülésre járó baleset Tolna megyében történt. Közel 1 évtized után ismét képeslapokat jelentetett meg a paksi önkormányzat a város látványosságairól. A 3 féle mozaikos paksi képeslapon a város emblematikus turisztikai vonzerőit gyűjtötték össze, megmutatva a dunaparti település színes látnivalóit nem csak paksiaknak. Paksról legutóbb 10 évvel ezelőtt jelent meg városi értékeket, épületeket, természeti vagy műemlék jellegű építészeti alkotásokat bemutató képes lap. Az elmúlt évtized alatt nagyon sokat fejlődött a város, ezt szeretnék képekben illusztráltatni a most újonnan megjelent képes lapokkal. Sokat változott a város az elmúlt 10 évben, ezért is fontos az, hogy már az új arcunkat tudjuk megmutatni országnak, világnak. A 3 féle mozaikus paksi képeslapon Kajtár Krisztina grafikus szerkesztésében Babai István fotóin keresztül a város emblematikus turisztikai vonzerőit gyűjtötte össze a turisztikai városmarketing és kommunikációs csoport, megmutatva a dunaparti település színes látnivalóit. A paksot jelképező turisztikai látványosságok mind-mind feltűnnek a képeslapokon. Feltűnik a paksi halászlé, a paksi Schiller, a sárgödörtéri pincesor, Makovec templom, Erzsébet nagyszálló, Gárdonyi kilátó, Dunapart és természetesen az atomerőmű is.
és a lapokon megjelenik ugye a városlogó és a klasszikus Üdvözlet Paksról felirat is. Az új képeslapokból jelenleg 500-500 példány készül. Lezárult egy korszak a Babits Mihály Kulturális Központban. A június 22-e óta zajló tematikus táborok végéhez értek. Ez idő alatt közel 100 gyerek fordult meg az intézményben, és amellett, hogy jól szórakoztak, fejleszthették készségeiket is. Készülnek a szebbnél szebb ajtókopogtatók a Babits Mihály Kulturális Központban. Az elmúlt hetekben gyerekzsivajtól volt hangos az intézmény, azonban ez augusztus 14-től egy időre véget ér, ugyanis befejeződtek a tematikus táborok. A 6 táborból álló sorozatot a kézműves alkotótábor zárta, ahol a gyerekek több alkotótechnikával ismerkedhettek meg, a nemezeléstől elkezdve a festésen keresztül a gyöngyfűzésig. Volt olyan gyerek, akinek ajándékkészítésre is jutott ideje. Anyukámnak csináltam gyöngyből karkötőt, apukámnak is csináltam egy ilyen karkötőt, és magamnak még csináltam 3. Nem csak a kézműveskedés különböző ágazataiba tekinthettek be a táborozók, de ellátogattak például a Szekszárdi Vosinszki Mór megyei múzeumba. A szülők részéről ők büszkén nézik, amikor esetleg egy ékszer a nyakukba kerül, vagy tegnap például gyöngyfát készítettek a gyerekek a múzeumban, és akkor azt is csodálattal nézték, úgyhogy szerintem elégedettek azzal, ami itt zajlik. Már második éve szerveznek ilyen tematikus táborokat a Babits Mihály Kulturális Központban. A szervezők elmondták, hogy szeretnék, ha ez hagyománnyá válna, hiszen a gyerekek nagyon élvezik, és a szülők körében is nagy az érdeklődés. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Bár kötelező szabály, sokan nem tartják be, fontos lenne a szájmaszk viselése. Fontos az odafigyelés, bemutatón szemléltették a vízi baleseteket a szakemberek. Családbarát intézkedések, nőtt a gyermekvállalási kedv hazánkban. Bár kötelező a szájmaszk viselése, sokan nem tartják be a szabályt. A koronavírus miatti veszélyhelyzet megszűnésével a legtöbb korlátozó intézkedést eltörölték, azonban a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben továbbra is el kell takarni a szájat és az orrot. A pécsiek szerint is fontos a maszkviselés, egy helyi virológus pedig hangot is adott annak, hogy értetlenül áll az esztelen és a társadalom egészére nézve káros érvek előtt. A boltokban és a tömegközlekedési eszközökön továbbra is kötelező a szájmaszk viselése. Bár a veszélyhelyzet idején hozott korlátozások jó részét már feloldották, az ilyen védőfelszerelést még mindig viselni kell. A pécsiek szerint is fontos lenne, hogy mindenki betartsa ezt a szabályt. Én vigyázok önre, ön meg én rám vigyáz. Én ezt így gondolom. És ez nagyon fontos, még a gyerekeknek is adnák, mert a gyerekeinket pláne fértjük. Szerintem fontos a maszkviselés. Én minden olyan helyen viselek maszkot, ahol kötelező. Most is bementünk egy múzeumba, például az előbb senki nem volt maszk, egyébként beleértve a személyzetet is. De szerintem nagyon fontos. Fontos, mert a fertőzés veszélyt azért csökkenti. Szóval a mostani szabályozás szerintem nem túlságosan jó. Ha bemegyünk egy boltba, akkor ugye kötelezően kell használni, de mondjuk egy étterembe vagy egy szórakozó helyen már nem. Szóval egyik oldalon kötelező, a másikon meg nem. Mára már tudományos tények is bizonyítják, hogy azokban az országokban, ahol időben bevezették a maszkviselési kötelezettséget, jóval kevesebb megbetegedést regisztráltak, mondta estábunknak a pécsi virológus. Kemenesi Gábor épp a napokban tett közzé egy bejegyzést, melyben úgy fogalmaz, továbbra is értetlenül állok a maszkviselés ellen felszólalók esztelen és a társadalom egészére nézve káros érveit nézve. A maszkviselésnek tömegességi hatása van azzal, hogy felveszem a szövetmaszkot, azzal másokat védek azáltal, hogyha esetleg én tünetmentes vagy anyatünetes vagyok, nem viszem tovább a vírust, és azok a fertőzési láncolatok, amik szabadon tudnának kúszni, és megtalálnák az útjukat azok felé, akiket kórházba juttatnak, ezek megszakadnak, nem mennek tovább. Úgyhogy jelenleg a maszkviselés az a legfőbb fegyverünk a járvány ellen. A szakember kiemelte, nem csak azért kell viselni a maszkot, mert kötelező, hiszen ezzel megvédhetünk másokat. A védőfelszerelés ugyanis nem engedi át a vírus terjesztő folyadékcseppecskék döntő többségét. Matracon elsodródott fürdőzők, kajakosok és csónakázók, a sekélyvízben fejestugró fiatalok, leégett napozók. Számos esettel találkoznak a vízimentők nyaranta a Balatonnál, a szakemberek eddig több száz esetben segítettek idén. A vízimentők magyarországi szakszolgálata egy rögtönzött bemutatón szemléltette, hogy a legtöbb esetben az emberek felelőtlensége miatt következik be a tragédia. Már most ott van a lábfeje a tűző napon.
20 perc múlva már mind a két lába, sőt már Péternek is ott lesz. A 33 fokos hőségben tűző napon elaludt turisták. Amikor egy ilyen fiatal életerő, fiatal ember úgy ugrik a vízbe, hogy a jóisten nem kegyes hozzá teljesen, és fejtő lefele megbénül. Az alig fél méteres vízbe fejest ugró fiatalok. Alig fúj a szél, nézd meg mit csinál! Mit csinál az a fránya szél? És a matraccal elsodródott fürdőzők. Többek között ilyen esetekkel is találkoztak már idén nyáron a vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkatársai. A szakemberek szerint legtöbb esetben az emberi felelőtlenség okozza a tragédiát. Hogy hiába egy mentőszolgálat, hiába egy vízirendészeti hatóság, hiába a viharjelző rendszer, hiába gyakorlatilag egy nagy infrastruktúra, egy jól fejlesztett, jól működő strand, hogyha az egyéni felelősség mellett a közösségi felelősség hiányzik. Nyilván a vízbe menetelkor minden egyes alkalommal az egyének is el kell döntenie, hogy mire képes, mire vállalkozhat. Éppen aznap milyen állapotban van, milyen egészségügyi állapotban van. A sajtótájékoztató célja az volt, hogy felhívják a figyelmet. Nagyobb körültekintéssel elkerülhetőek lennének a tragédiák. A Balatonnál több mint 1000 vízimentő állt szolgálatba, mintegy 50 strandon idén nyáron. Ezen a 3,5 hektáros területen is óvják a fürdőzőket. A vízi katamarán, a figyelő torony és a jól képzett fiatal szakemberek, ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy megvalósulhasson a biztonság érzet, illetve amikor baj van, akkor azonnal segítségére vannak a vendégeknek. Az ifjúsági vörös keresztesek is itt vannak, ők az ilyen apróbb sérüléseknél, kagyló vagy egyéb sérülésnél állnak a vendégek rendelkezésére, illetve természetesen egészségügyi szolgálattal is rendelkezünk. A Balatonnál idén nyáron eddig mintegy 150 esetben több mint 300 embert mentettek ki. A kormányzat családbarát programjainak köszönhetően hazánkban egyre nő a gyermekvállalási kedv. Egyre többen vállalkoznak 2-3 gyermek nevelésére is. A nagycsaládosok társadalmi megítélése is sokat változott az elmúlt időben, amely mind hozzájárult ahhoz, hogy 2020 első fél évében már biztató demográfiai adatokról számoltak be a szakemberek. 2011-ben hazánkat teljes demográfiai mélypont jellemezte, mindössze 1,23 volt a teljes termékenységi mutató. Ugyanakkor ez egy folyamat végeredménye volt, amely már a 80-as években elkezdődött. Az utóbbi időben ugyanakkor ez a tendencia megfordulni látszik. Például egy szám, ugye, amiről most úgy többet is lehet olvasni, 2020 most már egy fél éves adat rendelkezésünkre áll, 2300-al körülbelül több gyerek született, mint 2019-ben, amikor szintén már egy fejlődő tendencia volt a születések számában, és 3700-on kevesebben is haltak meg. Tehát ez összeadjuk, akkor körülbelül 6000-rel többen élünk most, mint az előző évben ugyanebben az időszakban. Azt hiszem, hogy ez mindenki számára egy pozitív és egy örömteli tendencia. Kutasi Jenő szerint bár a gyermekvállalás nem lehet csupán anyagi háttér kérdése, az elmúlt évek családbarát kormányzati intézkedései nagyban hozzájárultak a gyermekvállalási kedv emelkedéséhez. A kedvezmények pedig egyre több családon segítenek. Minden középiskolás és általános iskolás gyermek ingyen fogja kapni már szeptembertől a tankönyvet, például ez is egy segítség, és ez mindenkinek szól. De hát a csók, a babaváró támogatás, de akár a minket erősen érintő a nagycsaládosok számára az autóvásárlási kedvezmény, ezek mind-mind olyan támogatások, amik abban segítenek, hogy a gyermekvállalás kifejezze azt is, hogy a társadalomnak is egy pozitív dolog, hogyha több gyermek születik, nem csak a családnak, és ehhez a társadalom hozzá is járul ilyen segítséggel. A megannyi támogatás és kedvezmény a Nagycsaládosok Egyesületének alelnöke szerint még tovább fogja sarkalni a fiatalokat a gyermekvállalásra. Fontosnak tartotta azt is hangsúlyozni, manapság már sokat beszélünk arról, hogy gyermeket vállalni jó, így a társadalom hozzáállása is megváltozik. Somogy megyében az első fél évben 61-el több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában.
Kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat egy házaspár ellen az ügyészség, akik alkoholista életmódjuk miatt elhanyagolták, veszélyeztették gyermekeiket. 4 fiú gyermeke született a most 30-as évei elején járó házaspárnak, azonban olyan erős volt bennük az italozás utáni vágy, hogy nem foglalkoztak a kicsik nevelésével, ellátásával. Ezért az ügyészség azt indítványozta a vádemelésben, hogy vonja meg tőlük a bíróság a szülői felügyeleti jogukat. 4 gyermekük is megszenvedte annak a pécsi alkoholista házaspárnak a kicsapongó életvitelét, akik ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A szülők gyakran már részegen mentek a gyerekekért a bölcsődébe, óvodába, majd folytatták tovább az ivást. Nem egy alkalommal magukkal vitték őket különböző vendéglátóhelyekre, ahol ők gyakran késő estig italoztak, és olyan is előfordult egyszer, hogy az anya az egyik akkor alig 1 éves kisfiát a napon hagyta a babakocsiban, amíg ő italozott, ez a kisfiú utóbb egyébként orvosi kezelésre is szorult. Az alkoholista életmód mellett az apa többször bántalmazta is a feleségét a gyerekeknek a szeme láttára, így természetesen a gyerekeknek a személyiség fejlődését ez is károsan befolyásolta. A vádlottak gyakran magatehetetlen állapotba kerültek az ittasságuk miatt, így a gyermekek többször felügyelet nélkül voltak. A szülőknek a magatartása a gyermekeknek az egészséges fejlődését veszélyeztette, a gyerekeket ők veszélynek tették ki, elhanyagolták, így a cselekményük az kiskorú veszélyeztetés megállapítására alkalmas, ezért 5 év szabadságvesztés az, ami kiszabható. Az ügyészség a vádiratában pedig arra tett indítványt, hogy a bíróság felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása mellett mindkét szülőnek a szülői felügyeleti jogát szüntesse meg mind a 4 gyermeknek a vonatkozásában. A 4 kiskorú fiú gyermeknek már a gyámjait is kijelölték. A 30-as éveik elején járó házaspár szülei veszik magukhoz az unokákat. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Hétértékelő, Ács Rezső szerint erkölcstelen az Éjjel-Szekszárd frakció döntése. Falufejlesztés, 18 év után kapott új játszóteret Varsád. Városmarketing újra gondolva, saját képeslapokat készítetett a paksi önkormányzat. A közutakon elhunytakra emlékeztek, idén eddig 6 halálos baleset történt Tolna megyében. Szombaton és vasárnap túlnyomó részt felhős idővel kell számolni, elszórtan záporeső, mérsékelt zivatar is előfordulhat. Hétfőn előre láthatólag naposra, szárazabbra fordul az idő. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!